Gyülekeznek a táncosok néhány perc alatt, egészen jó kis csapat alakul körré. Az itt látható moldvai körtáncokhoz kezdőktől haladó táncosokig bárki csatlakozhatott, és ez így is történt Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben. A tánc öröme, a zene, a társaság vonza leginkább a táncolni vágyókat ide. Egyrészt az élő zene miatt, mert egészen más érzés élő zenét átélni. Maga a tánc élménye az, hogy valami autentikus ritmus, tehát az autentikus ritmus, az autentikus mozgásforma és hozzá az élő zenei élmény az, ami engem ide vonzott leginkább, és a barátnőm meghívására úgy gondoltam, hogy most kipróbálom a moldvai táncházat. Másrészt pedig azt gondolom, hogy egy népi zenei táncházba olyan közönség fordul meg, akiknek a körében szeretném jól érezni magam. Nem bármilyen helyen tudnék felszabadultan ellazulni, vagy a barátaimmal lenni. Tehát nem szeretnék olyan helyre menni, ahol ilyen nagyon bulizós, nagyon ivós társaság gyűlik össze, és azt gondolom, hogy ez itt ilyen szempontból rendben lesz. Moldvai táncház csalogatta a táncos lábúakat nemrég a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedbe. Bergics Andris és barátai adták a talpalávalót. 15 éve szívében talált helyet a moldvai muzsika. Ez idő alatt többször járt Moldvában is, ahol első kézből tanulhatott a mesterektől. A pásztorhóra zenészeként számtalan koncertet és táncházat tartott Magyarországon és külföldön egyaránt. Bergics Andrisnak egyszerűen csak tetszik ez a zene, és szereti játszani. Azt mondja, nagyon szerencsés, mert népzenész családban nőtt fel, és nagyon szeret másfajta zenéket hallgatni és játszani is. Édesapám Bergics Lajos, aki a Zengő Együttesnek az alapító tagja, és ez egy lassan 40 éve működő pécsi zenekar, és hát tehát gyakorlatilag a zenekar előbb létezett már, mint én, tehát mi ebben nőttünk bele, otthon voltak sokszor nálunk a próbák, meg jöttek, mentek zenészek, nem csak a zenekarból, hanem ugyanúgy a világ minden tájáról jöttek folyamatosan zenészek, és egy rendkívül inger gazdag környezet volt, illetve apukámnak van egy nagyon komoly hangszergyűjteménye is, és ez sem okozott nehézséget, hogyha valamihez kedvet kaptam, akkor csak a kézbe fogtam és próbálkoztam rajta. A mai alkalommal a zenekarban moldvai csángók hagyományos hangszereit használták. Hegedűvel, furujával, kavallal, kobozzal és dobbal adták elő a talpalávalót. Ő maga hegedűn, dudán és furuján játszik. A családjától tanulta a legtöbbet, de jár zeneiskolába és népzenéből diplomázott is. A Moldvában, hogyha az emberek összegyűltek és mulattak egyet, vagy egy ilyen táncalkalmat rendeztek, akkor ezeket a táncokat játszották ők is, táncolták, énekelték, és szerencsére vannak tudósok, meg kutatók, akik ezeket felvették, és mi ezek alapján, a felvételek alapján, illetve a saját személyes élményeink alapján tudtuk ezeket összerakni és megtanulni. Vannak ismerősök és barátok elég sokan, általában főleg azok közül, akik táncolnak vagy zenélnek. Tehát, hogy ezekkel az emberekkel találkozunk, ők is azért, hogyha Budapestre járnak, vagy bárhol Magyarországon, akkor ők is szoktak játszani, oda is el szoktunk menni, vagy hogyha mi kimegyünk, akkor meglátogatjuk őket, különösen a zenészeket egyébként. Van még egy pár nagyon idős zenész, aki még tud úgy muzsikálni, ahogy a régiek is játszottak, és igazán élmény őket hallgatni, és szívesen megyek bármikor. A legfontosabb funkciója ennek a zenének az, hogy a táncosokat kiszolgálja, és a táncosok tudjanak mulatni erre a zenére, és adta magát. Tehát ez egy olyan közeg, ahol a táncosok, zenészek ismerik egymást, és egybe vannak. Bár Pécsen születtem, de már jó pár éve Budapesten élek, és van is egy zenekar, a Pásztorhóra nevezető, ami ugye ezt a moldvai csángó zenét játsza, ugyanakkor ilyen különböző logisztikai meg egyéb okokból nem a Pásztorhórával csináljuk ezt a táncház sorozatot. Csináltuk egyébként több évig itt az előző években, nagyon szép kis közösség alakult ki, meg nagyon jól felépítettük, és most ebben az évadban egy olyan táncház sorozat valósult meg, amiben a más zenekarokban játszó barátaim, illetve különböző zenészeket hívok vegyesen, és minden egyes alkalommal egy alkalmi és megismételhetetlen formáció keletkezik, és ez lesz itt ma este is. Ezúttal Bergics András népzenész, a budapesti moldvai széna ismert és megbecsült zenészeivel muzsikált fergeteges hangulatú táncházat.